Szarvas Brigitta a pódium legutóbbi koreográfia versenyére készített Nyertes Mélység című saját produkcióját is bemutatta a Tánc és Balett iskola évzáró gála estjén. Kettőféleképpen is lehet értelmezni. Lehet akár úgy, hogy mondjuk például, hogyha vízben vagyok és elsüllyedek a koreográfia végére, de akár lehet úgy is értelmezni, hogy érzelmileg lehúz valami, és ott maradok lent a végére. Idén több növendéktől is búcsúzott az iskola, akik közel másfél évtizedig táncoltak a pódiumban. Napi rutinommá vált, hogy bejövök a tánciskolába és edzek, utána a minden évben fellépés meg versenyekre járni. Nem is tudom most ezt elképzelni, hogy hogyan lesz a jövőben. Másrésztről pedig nagyon boldog is vagyok, hiszen úgymond az egész életemben a része volt, és szerintem formálta a személyiségemet, és jó barátokra leltem, akikkel a jövőben is tartom majd a kapcsolatot. A tánc megszerettetése a gyerekekkel, a klasszikus balett, modern és kortárs tánc megismertetése a várossal. Ezek voltak a kezdeti céljai a Pódium Tánc és Balett iskolának, amelyet 1994-ben alapított Barta Dóra harangozódíjas érdemes művész és Mirkuszki Zita nívódíjas táncpedagógus. A pódiumból kikerült növendékek közül sokan táncművészeti középiskolában vagy főiskolán folytatták tanulmányaikat, illetve a professzionális táncos mellett a táncpedagógia irányt is többen választották az elmúlt évtizedekben. Nekem ez mindig nagy büszkeség, hogyha valakivel annyira sikerül ezt a hivatást megszerettetni, hogy aztán életvitelszerűen is hosszú távon ebben gondolkodik. Ma is van ilyen növendék, aki szeretne, és én már tudom, hogy a kisebbek között is vannak olyanok, akik nem mondjuk a táncművészet, hanem kifejezetten a pedagógiai része iránt érdeklődnek. A szakmai munkát nyáron is folytatja az iskola, az elmúlt évekhez hasonlóan idén is várják a növendékeket a táborokba, illetve a workshopokra. Az intenzív tánchéten mások mellett Barta Dórától, Lovas Páltól és Katonka Zoltántól tanulhatnak a fiatalok.